Bruce Olson. Brucskó. Első fejezet. Hazatérés a dzsungelbe. Bobbyval végül rátaláltunk a Jabokvinára, a Motilon indián törzsfőnökre. Egyedül üldögélt a part meredély tetején, a 110 hektáros dzsungelirtáson, melynek földjéből már kezdtek előtörni a zöld banánhajtások és jukka levelek. Bőven volt hely a legelésző teheneknek. Az indiánok életéről, boldogulásáról beszélgettünk. Motorcsónak közeledett. Nem láthattuk, mert túl közel haladt a parthoz, de hallottuk, hogy megáll. Általában néhány percig is eltart, míg valaki fölér a tisztásra, de most a vártnál jóval hamarabb egy kreolbőrű ember tűnt fel. Jó napot, vetette oda spanyolul. Lihegett, és türelmetlenül figyelte, hogyan magyarázok tovább a Jabokvinának. Szemem sarkából láttam, hogy Umberto Abrilaz, egyike azoknak a törvény elől ide menekült bűnözőknek, akik letelepedtek a területen. Tudtam róla, hogy indulatos természetű, és egyszer már megfenyegette a motilonokat. Most is nagyon haragos volt. Ahogy befejeztük a Jabokvinával a beszélgetést, köszöntem neki. Jó napot, Umberto! Nagyon izzadt, és csak úgy folyt róla a víz. Beesett arca olyan torz kifejezést vett fel, hogy egészen nyugtalan lettem. Azért jöttem, hogy figyelmeztesselek benneteket, tűnjetek el erről a földről, mondta. Ez az én földem. Kolumbiai telepes vagyok, jogom van erre a földre, és igényt is tartok rá. El kell mennetek. Hozzám beszélt, de Bobby félbeszakította. Ehhez azért nekem is lenne egy-két szavam. Lassan, nyugodtan, mégis nagy nyomatékkal beszélt. Ez a föld a miénk. Mindig is a miénk volt, és a miénk is marad. Már elég földet átengedtünk neked. 6 hónapja átengedtünk neked egy jókora földdarabot, és mit csináltál vele? Eladtad. Most meg újra földet követelsz. De most már nem fogunk többet adni, és megvédjük, ami a miénk. Az érvelés rövid volt. Umberto remegett a dühtől, nyakán kidagadtak az erek, arca elvörösödött. Megragadta Bobby vállát, úgy ordította. Ez az én földem, az enyém! Menjetek innen! Aztán elengedte Bobbyt, és csak állt remegve. Félelem borzongott végig a hátamon, de Bobby nagyon magabiztos volt. Tévedsz. Ez a föld nem a tied, és nem is lesz soha, mondta csöndesen. Fogd be a szád, üvöltötte Umberto. Fogd be a szád, te piszkos indián! Nyálfröcskölt ki a szája sarkából. Mutató ujját jobb keze hüvelykújjához emelte, és felénk mutatta a keresztjelét. Szeme kidüllett, a keze pedig annyira remegett, hogy alig tudta egyenesen tartani. Megcsókolta az ujjait. Istenre! Mondta, még egyszer megcsókolta az ujjait, és a földre köpött. A szentekre! Ismét köpött, fejét olyan vadul fordította el oldalra, hogy inkább görcsös kényszermozdulatnak tűnt, mint tudatos cselekedetnek. A szűzanyára! Harmadszor is köpött. És erre a keresztre! Mereven bámult ránk, köpött, majd ajkához emelte hüvelyk és mutató ujját, és megcsókolta. Hangja rekettessé vált. Megöllek! Majd üvölteni kezdett. Esküszöm erre a keresztre, hogy meg foglak ölni! Sarkon fordult, és megindult a folyópart felé. Még mindig vöröslő nyakán kidagadtak az izmok és az erek. Mi meg csak néztünk utána, míg teljesen el nem tűnt. Egyikünk sem szólt. Hallottuk, ahogy fölbúgott a csónak motor, majd lassan elhalt a hangja a távolban. Remegtem. Bobby képes és megteszi, ölni fog, érzem, hogy komolyan gondolja. Igazad van, Brucskó. De hát mit tehetünk? Aja Bokvina, Bobby és jó magam átgondoltuk, milyen biztonsági intézkedések szükségesek. De Brucskó, szólt végül Bobby. Ezekben a dolgokban nincs valóságos biztonság. Csak Isten segíthet. Így aztán mindhárman meghajtottuk a fejünket, és Istenhez fordultunk segítségért. Ahogy ezt tettük, félelmem helyébe az az öröm költözött be, amit reggel Bobbyval való találkozásomkor éreztem. Betöltötte a lelkemet, egész bensőmet. Mégsem ugyanaz az öröm volt. Mélyrehatóbb volt, és mintha fájdalom, veszély és félelemérzés is vegyült volna hozzá. Ettől még melegebb, még kézzel foghatóbb lett. Mennyi minden történt azóta, hogy néhány órája körözni kezdett a gépem a Rio de Oro fölött.
A gép alatt sötét zöld szőnyegként nyúlt a végtelenségbe a dzsungel. Jobb oldalt megpillantottam a Katatumbó folyót, mintha egy piszkos barna szalagot ejtettek volna egy hatalmas zöld szőnyegre. A komp fölött haladtunk el, majd egy házcsoportot láttam, csupa új házakat. Ez volt a város. Szinte elveszett a hatalmas dzsungelben. De azért növekedik, gondoltam. Eszembe jutott, hogy 10 éve még semmi sem volt itt, csak magas, sűrű lombozatú fák és rikácsoló papagájok. És ugyanezen a helyen most itt a város. Öröm töltött el, nem a város miatt, hanem hogy visszatérhetek Amerikába, és nem sokára magamhoz ölelhetem barátomat, Bobit. Egészen az ablakhoz húzódtam, megpróbáltam előre nézni, és gyomrom összeszorult a várakozás izgalmától. Az öreg kiszolgált DC-3-as lejjebb ereszkedett. A fák már szinte a gép hasát érték, de ekkor hirtelen véget ért a dzsungel, egy hosszú, keskeny nyitás fölé értünk. A repülő nagy zökkenéssel földet ért, és erőteljesen fékezett, nehogy túlgördüljön a kis kifutópályán. Ahogy az írtás végén megálltunk, Bobit kerestem a szememmel az ott állók között, de nem találtam. Kiszállás közben pillantottam meg zömök alakját. Bő vörös trikót, sötét nadrágot viselt, arca barnább volt, mint a többieké. Fehér fogai megvillantak, mintha azt mondaná, de jó, hogy ismét itt vagy, Brucskó. Soha nem használta amerikai nevemet, a Bruce-t. Szaladni kezdtem, odaértem hozzá, és megöleltem, amúgy motilom módra. Eléggé furcsa látványt nyújthattunk, egy magas szőke amerikai ölelget egy alacsony fekete indiánt. De ez egyáltalán nem zavart bennünket. Testvérem, szólaltam meg. Bobari sor a testvérem. Az ilyen ünnepélyes pillanatokban mindig a teljes nevén szólítottam. Jól nézel ki, állapítottam meg, miután végigmértem. Hogy van a feleséged és a kisbaba? Jól vannak? A feleségem jól van, válaszolt Bobby. Egészséges és boldog. Nagyon örül, hogy egy szép, egészséges kisfiú édesanyja lehet. Szóval a kisbaba is jól van? Persze, szép, kövér kisbaba, látnod kellene. Olyan ügyesen mászkál már a ház körül, mint egy kis majom. Gyere, tette még hozzá, csak nem fogunk egész nap itt ácsorogni. Menjünk a csomagért. Visszasétáltunk a géphez, ahol a csomagokat kiadták. És mit intéztél Amerikában? Kérdezte közben Bobby. Arcok tömege jelent meg előttem, meg az egyforma hotelszobák végtelen sora. Megráztam a fejem. Nem is tudom, Bobby, azt hiszem megtettem, amit meg kellett tennem, de nagyon örülök, hogy visszatérhettem. Bobby aztán a családjáról kezdett mesélni. Épp oly vidám volt, mint amilyennek megismertem. Sötét szeme csillogott. Kislánya halála után egy darabig aggódtam érte, jó néhány hétig mélabús volt, nem szólt senkihez. Most meg úgy tűnt, ha akarná, se tudná abba hagyni a mosolygást. Miután megkaptuk a csomagokat, elhatároztuk, hogy megebédelünk. Bementünk a felszállóhely tőszomszédságában fekvő városba. A keskeny, murvás utcák mentén újonnan épült családi házak sorakoztak. Fényes bádogtetők és hagyományos pálmalevéltetők váltogatták egymást, és érezni lehetett a festetlen friss faanyag szagát. Tulajdonképpen ingatag, rozogatákolmányok voltak. A gépen nem ettem semmit, és Bobby nevetve nézte, hogyan tömöm magamba a kolumbiai specialitásokat. Mostantól fogva tele lesz a hasad, Brucskó, mondta. Értettem, mit akar ezzel mondani. Egy motilon indián számára a telehas több, mint egyszerűen jól lakottság. Elégedettséget, boldogságot jelent. Nagyon jól kifejezte az érzéseimet. És hogy halad a szarvasmarha program, kérdeztem. Nagyon jól. Múlt héten kicsit aggódtam, mert néhány tehén megbetegedett. Az az igazság, hogy egyel is pusztult. Már azt hittem, nekem kell majd egyedül végeznem a gyógykezeléseket, de aztán minden megoldódott. A törzsfőnökök maguk vették kezükbe az ügyet, beadták a megfelelő gyógyszert és elvégezték a kezeléseket. Most már ismét sok tejet adnak a tehenek, úgy tűnik teljesen meggyógyultak. Előre hajolt és ravasz arc kifejezéssel folytatta. Az az igazság, hogy Ikvia korarában fölöslegben is maradt tej, és már kezdett ránk romlani, úgyhogy sajtot készítettünk belőle. Micsoda, sajtot készítettetek, de hát hogyan? Úgy tett, mintha csodálkozna a kérdésemem. Egyszerűen, ahogy a sajtot készíteni szokás. Aztán kitört belőle a nevetés. Nagyon értetlenül nézhettem. Ott voltak a pirulák, amiket te hoztál, elolvastuk a használati utasítást, és kiokoskodtuk, hogyan kell.
Nagyon jól sikerült. Meg is kóstolhatod, ha Ikvia korarába érünk, ha maradt még belőle egyáltalán. Elképedve dőltem hátra. 10 évvel ezelőtt Bobby csak egy kedves kis mosolygós kölyök volt, most meg népének vezetője. A sajtkészítés önmagában talán nem is olyan nagy dolog, de ez jelezte, hogy mivé fejlődött a Motilon törzs. Bobby, mondtam neki, te vagy a néped vezetője, ez nagy felelősség. Bobby megvonta a vállát. Nem az én személyem a lényeg, jó páran vannak, akik most már képesek a helyen belépni. Azon kívül Brucskó, Jézus Krisztus velünk van. Ismeri az utainkat, tudja, mire van szükségünk. Ameddig nem próbáljuk meg újra megcsalni őt, addig ő a mi igazi vezetőnk. Bólintottam. Brucskó, szólt Bobby, látnod kell az iskolákat, tömve vannak. A legtöbb diák már végigolvasta a könyveket, amiket lefordítottunk. Több könyv kellene, különösen az Új Szövetségből kellene több. Úgy beszélgetnek a dolgokról, amiket olvasnak, mintha egy vadászatot tárgyalnának meg. Még az öregek is. Oda kell szánnunk magunkat, és még többet fordítani nekik, különben nem fognak békén hagyni. Nevettem. Rendben, nekiállunk, amint lehet. Most már gyorsabban fog menni, hiszen a legnehezebb szavakat lefordítottuk. Boldoggá tett a fordítás gondolata. Ha másért nem, azért, mert ezáltal nagyon sokat tanultam a Bibliából. Eszembe jutott, hogy Motilon nyelven a hinni szó azt jelenti, oda kötözi magát Istenhez, mint ahogy egy Motilon indián oda kötözi függőágyát az otthona tetőgerendájához. Ha valaki oda kötözi magát Jézushoz, akkor nyugodtan pihenhet, alhat, dudorázhat a magasban, és nem kell félnie attól, hogy leesik. Annyira örülök, hogy ismét együtt lehetünk, mondtam Bobinak. Nagyon hiányoztál végig, míg távol voltam. Azt hiszem, én is oda vagyok kötözve a Motilon néphez. Mi pedig hozzád vagyunk kötözve, Brucskó. A pincér erős, gőzölgő feketét hozott ki. Miközben kavargattuk, Bobby mosolygós arca gondterhelté vált. Sok bajunk van a telepesekkel, fenyegető leveleket küldözgetnek. Néhányuk börtönből szökött meg, és azért jött ide, hogy elkerülje a letartóztatást. Saját farmokat alakítottak ki a Motilon földeken, és a területet menedékhelynek nyilvánították. Mit akarnak már megint? Kérdeztem. A szokásos. Még több kell nekik. A mi földünkből. Úgy tekintenek bennünket, mint az állatokat. Ott rúgnak belénk, ahol csak tudnak. Tetlegességre is sor kerülhet, vagy csak fenyegetőzésről van szó? Nem lehet tudni, Brucskó. Tetlegességig is fajulhat a dolog. Úgy tűnik, a telepesek nagy része a bűnözők oldalán áll. Úgy gondolják, hogy ha a bűnözők elűznek bennünket, végül is övék lesz a föld, mert a bűnözők nem szerezhetnek végleges tulajdonjogot. Mit fogsz tenni, Bobby? Arca elszomorodott, lehajtotta a fejét. Azt megmondom, több földet nem fogunk átengedni. Időről időre megtettük, de semmi nem elég nekik. Meg fogjuk védeni magunkat. De Brucskó, mondta és fölnézett rám, remélem és imádkozom érte, hogy erre ne kerüljön sor. Volt időm gondolkozni a dolgon, míg fölfelé haladtunk a Kenuvala folyón. 7 órás út volt, és a jókora Briggs & Stratton motor olyan zajt csinált, hogy lehetetlen volt beszélgetni. Hihetetlennek tűnt, hogy a telepesek ismét ellenségeskedni kezdtek. Ennyire kétszínűek lennének. A Motilon indiánok a Motilon egészségügyi központokban több mint 3000 telepest kezeltek. Örömmel jöttek hozzánk, mikor segítségre volt szükségük. Az indiánok ingyen ellátták őket gyógyszerekkel. Most pedig, mikor a Motilon föld kell nekik, mindenre képesek csak, hogy megszerezzék maguknak. Hátra pillantottam Bobbyra, aki mosolyogva irányította a csónakot. Milyen furcsa is, ahogy erre a földre jutottam, ahogy ezek iránt az emberek iránt érzek. Isten volt az, aki idehozott, magamtól soha nem jöttem volna. Még ha akartam volna is, sosem lettem volna képes legyőzni a problémákat, a magányt, a veszélyeket. Az az igazság, hogy soha nem hagytam volna ott Minneapolis-i otthonomat, ha nem lett volna bennem az ő hatalmas, minden meghatározó ereje. Ahogy ott ültem a kenuban, hálát adtam Istennek Bobbyért, a Motilon indiánokért, a körülöttünk elterülő, sőt, még sátorként is ránk boruló dzsungelért.
A hatalmas fák karcsú ágai magasra nyújtózva keresték az épp hogy átszűrődő fényt. A fatörzseket vastagon borította a zöld moha és a lián, lent pedig buja alnövényzet, ember magas páfrányok, vadszőlő zöldelt. Ahogy a folyó elkeskenyedett, és bementünk a lombsátor alá, olyan sötét lett, mintha éjszaka lenne. Fullasztóan párás forróság volt, a rovarok csíptek, mégis végtelenül boldog voltam. Otthon éreztem magam. Sehol másutt nem találtam volna meg a helyem. 5,5 órája mentünk, egyikünk sem szólt, mégis tudtunk kommunikálni egymással. Néha rámutattunk egy-egy pontra, így idéztük fel a régi élményeket. Utunk során egyetlen településsel sem találkoztunk. Néha tarka madarak bukkantak elő a lombok közül, majd eltűntek. Amikor megálltunk, hogy újra feltöltsük a benzintartályt, valamiféle vadállatok hangját hallottuk. Emberi életnek azonban még a nyomát sem láttuk. Aztán a folyó ismerős kanyarulatai elárulták, hogy közel járunk Ajabokvina otthonához. Bobby a meredek partszakasz tetején álló házra mutatott, és kérdőleg nézett rám. Megálljunk, kérdezte a szemével. Bólintottam. Oda kormányzott a part mellé. Kikötöttük a kenut egy fához, és fölsiettünk a meredély tetejére. A ház előtt nagyméretű új tábla volt fölállítva. Vastag betűkkel az állt rajta, hogy ez itt Motilon terület, letelepülni tilos. A táblára mutattam. Tehát a kormányzat végül is fölállította a táblát. Igen, 2 hete. A házban az egyik asszony azt mondta, Ajabokvina a közeli tisztáson dolgozik. Egy új házat építenek ott. Iskola és egészségügyi központ is épül a közelben. Ott a tisztáson találkoztunk Ajabokvinával, és ott történt, hogy Umberto Abril megfenyegetett minket. Később elgondolkoztam a szavain. Erre a keresztre, hogy meg foglak ölni. Végigfutott a hátamon a hideg. Talán csak fenyegetés lenne? Vagy komolyan kell venni? Talán valamilyen prófétai tartalma van, hogy mit tartogat még számunkra a kereszt. A kereszt miatt voltam képes arra, hogy szeressem a Motilon indiánokat, és cserébe elfogadjam az ő szeretetüket. De vajon az is hozzá tartozik a kereszthez, hogy meghalljak? A kereszt miatt Bobinak is meg kell halnia?